Legyetek büntető feljelentés az Esteban vezetője, Abobán úr ellen, és sütárta jelen. Ne mondjátok végig, én is megtettem. Nem fizetése miatt ezt ők megtehetik. Hát ma még egy sajnos így van, de holnap után már ez nem így lesz. Követeljük a kiakoltatások és végrehajtások azonnal megállítását. Önök most azt a kis csapatot látják, akik Orbán Viktor kiszerelnek, hogy ház előtt demonstrálták. Anió Esteban, van még olyan ember, aki használná a mocskos átéleteket, és szeretne a lakás tranzakciós illetéket fizetni. Már nem használok ilyeneket, mert elég volt. Anió, itt van egy ügyfél. Tudjátok az ügyfél nagybetűvel? Igen. Őt is ki akarjátok zsákmányolni, de ő is még hagyja. Majd öt év múlva ő ezt is itt fogok tüntetni, amikor átverdétek. Sajnos a válogató és ragasztóknak nincsen, mert az gyilkosok elfogyott. Hoppá, van olyan ember, most látjuk, akinek szintén nem tetszik a rendszer. Kivalott ezzel a pár borra tőlem, írva, hogy Orbán holnap minden menődik, ha mi nyugdíj. Hát ugye, nem csak a bankok tudtam így érjezni, hanem a politikusok. Nem csak a bankrendszerrel, hanem a politikai rendszerrel is probléma van ezen az országban. Ugyanis a politikusok hagyták a bankokat felállítani. Azon az embereik, akik a bankok állapotban meg, hogy képviseljenek őket, nem őket képviselnek, hanem a bankok. A bankokat képviselik a magyar emberekkel szemben. Tegnapi nap folyamán Román Antal azt mondta, hogy a kormány úgy döntött, hogy az embereket november 1-ig szabadon fosztogathatják a bankok. És majd utána meggondolják, mit tudnak tenni. Hát ebben elég volt, ezt nem hagyjuk. Értelezünk, felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy Orbán Viktor házánál méltatódik a sztár. Sztár, méltatódik a nyomásgyakorlás, hogy itt lenne az ideje, hogy ne a bankokat, hanem a magyar embereket. Végre a magyar emberekkel váljon ki. Nagyon rosszul érezte magát, amikor ott voltunk, mind a két kiállatánál a házánál, és a fejére orvosnak, hogy itt most vége. Elég volt abból, hogy a bankokat védi. Elég volt abból, hogy nem mert kiállni. Úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi miniszterelnökünk rohaköcső. Nem meri felvállalni a magyar nép érdekét, továbbra is a bankokat védi, és a bankokat patronálja. Elég volt, ha valakinek van kedve csatlakozni, vagy csak megnézni, mi van ott, akkor a 12. kerület Cimege út 5 és Cimege út 17 szemelé jöjjön, ez a két kiállata a házának, és ott tud találkozni az aktivistáinkkal, akik szívesen látják őket. Ha szimpatizáltok velük, akkor nagyon szívesen elfogadnak egy kis süteményt, egy kis vizet, vagy bármi egyebet. Ott fognak éjszakázni több napon keresztül, akár november
társaságunk állni, és a magyar ember ezt várom ki, azért, hogy végre a mi érdekeinket képviseljék a politikusok. Én úgy gondolom, éppen nincs értelme énekelni, hiszen élelemben nincs az Esztebanban, úgyhogy kimérjük a hangunkat, menjünk tovább, hát a válunk olyan macska tanulikben, amíg benn vannak az alkalmazottak. Remélem, ott lesznek ezek a feliratok, még hétfőn reggel is, hadd lássák az árok előtt. De vigyázzatok, Esztebank, ha véletlenben vagytok, nehogy újjátok, mint az OTP és a KMH, ők leszették, és 50 szóval visszarattuk.